Danas je Dionisija uzdiše se na steri 80 metara iznad mora, između manastira Grigorija i manastira Paulusa. Izgradio ga je sveti Dionisije od Koresosa 1389. godine. Poznata crkva Jovana Krstitelja sagrađena je 1545. godine. Crkvu je slikao Georgios, poznati umetnik kritskog pravca slikarstva. U crkvi se nalazi još jedna kapela zvana Akapistos i još 15 svuda po manastiru. Desno od crkve nalazi se sala za obedovanje, dovoljno velika za 250 monaha. Sala za obedovanje je ukrašena freskama iz 17. veka, a najpoznatija od njih je freska Apokalipsa, što znači otkrovenje. Naslikana je na spoljnom zidu. Biblioteka sadrži 661 skriptu i 5000 spisa. Manastir je jedan od najoštrijih po svojim propisima i u njemu živi 40 monaha. Most látható a Dionisio kolostor, az az egyik legismertebb kolostor, amely 5. a hierarchiában, és ahol a híres monasztikus kort is készítik. A kolostor 80 méterrel a tenger felett tornyosul, ma 75 szerzetes lakója van, és egyik a legfontosabb, legjelentősebb kolostoroknak Athoszon. A híres templom, amelyet keresztelőt Szent Jánosnak szenteltek, szintén ebben az időszakban épült, és külön nevezetessége, hogy a csodálatos freskói Gregori, a híres bétai festőiskolát végzett művész készített a 16. században. A templomon belül bal oldalt láthatunk egy kisebb kápolnát, majd jobb oldalt a refektóriumot, az étkezőt, ami a 16-18. Században épült. A refektórium külső árkád során az apokalipszis jeleneteinek képeivel díszítették. After the 17th century, the monastery had a number of benefactors of Greek and foreign nationality. 100 monks live here. The library is well organized with 500 manuscripts and about 13,000 printed books. Dionisija i Novih Skitova. Tradicija nam govori da je sagrađen u 10. veku, mada prvi podatak koji nam svedoče o postojanju ovog manastira je Krisovulja, što predstavlja zlatni pečat vladara Konstantina Paleologa iz 1257. godine. Zbog siromaštva ovog manastira, on je dugo vremena bio podređen manastiru Siropotamu, ali su ga kasnije otkupila dva monaha. Godine 1817. monasi su obnovili manastir i sagradili crkvu koja sadrži dve manje kapele izgrađene od mermera.